Köszöntöm nézőinket, önök a Hírháttér című műsort látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Július és augusztus hónapban nem szoktunk ilyen műsort szerkeszteni, hiszen nagyon kevés olyan dolog történik, amiről be kellene így stúdió körülmények között számolni. Az elmúlt napokban viszont különféle hírek jelentek meg a médiumokban. A polgármester pedig szeretné tájékoztatni a város lakóit. Ez pedig a Panta Aquával kapcsolatos ügyek, vagy hát egy ügyről van tulajdonképpen szó. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, azt láthatták a híradónkban is, a lényeg csőd bejelentési eljárást szeretnének kezdeményezni a tulajdonosok, a négy önkormányzat, Moson-Magyaróvár, Levélhegyesalom, illetve Moson-Udvar önkormányzata. Köszöntöm polgármester urat. Mit is jelent ez a csőd bejelentési eljárás? Mit jelent? No, hát én vagyok a rossz hírhozója. Úgy tűnhet a tévénézők számára, hogy ez a derültékből villámcsapás, mivel ugye a híradásokban idáig a nemzetközi díjakról, ennek a víznek a kiválóságáról esett csak szó, és hát ugye azt tudni kell azért, hogy ennek ellenére a háttérben ugye folytak azok az erőfeszítések, amik egy termék fejlesztés kapcsán, egy brandépítés kapcsán, egy cég működése kapcsán ugye felmerültek. Egyébként nem előzmény nélkül, mert ugye aki követte azért az eseményeket, legalábbis már az én polgármesterségem idején is legalább háromszor foglalkozott ezzel a képviselőtestület, hisz ugye a legutolsó fázisában azért már észrevehető jeleli voltak annak, hogy ez a dolog az önkormányzati erőt, vagy az önkormányzatiságot is meghaladó terheket ró ránk. Így aztán nekem nem újdonság, ugye most gyakorlatilag a bejelentés kapcsán viszont a nézőnek, a hallgatónak az lehet. Ezért a hátterét szeretném egy picit az egésznek mindenkibe tudatosítani. Amellett, hogy mi is nagyon büszkék voltunk arra a lehetőségre, hogy a vízünkkel mondjuk az ország távolabbi részein is találkozhattunk. Nagyisten előkelő helyeken az asztal közepén állt, és azzal dicsekedhettünk, hogy ez a szigetközi friss víz, ez a miénk. Ugye ez is volt a dolognak a kiinduló pontja. Tehát amikor 2010-ben ugye ez a dolog felmerült, akkor az Aqua Kft., mint a környék vízszolgáltatója, teljesen természetes módon felvállalta ezt a dolgot, ami magyarán arról szólt az én olvasatomban, és akkor is, és most is egyetértenék ezzel, hogy a szigetközi emberek pénzéből, mert ugye az Aqua Kft. Nyilvánvalóan a vízdíjakból gazdálkodik, a szigetközi emberek pénzéből juttassuk el a szigetköz aranyát, a szigetköz kincsét, építsünk belőle terméket, adjuk el, és majd később ez a termék, ez az üzemág, ez az üzletág majd segíti a közszolgáltatást. Odáig pedig finanszírozzuk abból a befizetésekből, ami a vízdíjakban ebből elkülöníthetőnek látszott. Ugye 2011-12-ben az Aqua Kft. Még az önkormányzat égisze alatt működött, az önkormányzat volt az ármegállapító hatóság, talán 12 volt az Aqua Kft. Csúcséve, tehát gyakorlatilag egy jó működő, sok milliárdos árbevételű cég volt, ahol ez a termék fejlesztés ez nem tűnt egy olyan őrült nagy dolognak. Még itt hozzátehetjük, hogy azért ez a vízdíj nem is volt magas az országos átlaghoz képest, tehát egy kezelhető díjat fizettek az állampolgárok, tehát nem volt egy hatalmas vízdíj emelés, ami miatt az kellett, hogy beleférjen ez a mellékág. Nem, tehát erre tekintettel nem is történt semmiféle ilyen lépés. Igen, úgy gondoltuk, hogy ez a méretű önálló vízmű cég egy ilyen háttérrel elbírja ezt a dolgot, és ha majd ne adj Isten, ez sikerre vezet, akkor egyrészt lesz a Szigetköz, a Moson-Magyaróvár Szigetköz reklámarca, úgymond, de egyetlen olyan termék, amiről mindenki számára azonnal a Szigetköz fog eszébe jutni az embernek, ahogy mondtam tegnap is, ahogy a Tokajról a Tokaj, a szegedi papucsról a Szeged, ugye erről a környékről senki nem tud olyat mondani, ami azonnal beugrik az idegennek. Lett volna egy ilyen termékünk, ami a maga naturáliát, tehát a természetességében bele is illett abba a vonalba egyébként, amit elképzeltünk, és úgy látszott, hogy ebbe egy nagyon nagy lakossági konszenzus is van, tehát senki nem kifogásolta, hogy ez a brandépítés folyik.
Ma is a telefonokkal, mert ma is kaptam néhány telefont, felajánlották sokan, hogy csináljunk részvénytársaságot, ők szívesen fizetnének be apró pénzt ebbe a dologba, dobjuk össze 40 ezer ember, stb. Stb. Ugye ezt már azért, de ezt is annak tudom be, hogy egy nagyon komoly lakossági támogatás is van, volt e mögött a dolog kezdeményezés mögött. És akkor 2012-től elindult egy folyamat, ahol már ugye voltak állomások, ahol már ugye ez a dolog kezdett terhes lenni. Tehát ez a fajta kiadás már nem fér bele a közszolgáltatási díjba. Ma már van egy hatósági ár, ugye, amire nincs ráhatása az önkormányzatoknak, sőt az a hatósági ár ugye alacsonyabb, mint a 12-es árszint. Azóta önálló vízműtársulással alakultunk, tehát ennek volt azért egy nagyon komoly terhe, az, hogy megmaradhasson maga az Aqua Kft. Önálló vízműtársulásként, ennek egy komoly fejlesztési kiadásai voltak. Aztán nem sorolom tovább, tehát gyakorlatilag az Aqua Kft. 2014 elejére jutott odáig, hogy valójában egy non-profit formában működő közszolgáltatóvá vált. Tehát magyarán ennek a melléküzemágnak nem volt meg a fedezete. Pont abban az időszakban, amikor ez a legtöbb pénzt kérte, hisz egy fejlődési stádium előtt állt. A brand már nagyjából összeállt, a brand ugye ez maga a termék, tehát az, amit úgy látunk, és amit elhisznek róla a vásárlók. Ugye ez nem csak egy üveg víz az asztalon, hanem erről el kell hinni, hogy ez valóban egy 150 méter mélyről a Szigetköz aranya tisztítatlan formában, egészséges formában. Tehát már úgy összeállt a kép. Meg voltak a nemzetközi díjak, amik ugye ezeket szaklapokban alátámasztották. Innentől kezdve ugye egy erőltetett kereskedelmi fejlődésnek kell ezt követnie, tehát el kell érni egy olyan darab számot, amikor már a költségek és a bevételek pariba vannak. Hát azért 14 elejére látszott, hogy ennek az erőltetett fejlesztésnek a financiális részei azok az Aqua Kft-n belül nem lesznek adottak, hisz nem volt várható az, hogy az Aqua Kft. Visszakerül mondjuk az önkormányzati ármegállapítás körébe, vagy esetleg a díjba be lehet építeni, sőt ez tilossá is vált. És akkor 14-ben ugye az akkori önkormányzat úgy döntött, hogy, vagy hát a tulajdonosok, mert most mindig ugye akkor már az Aquának sok tulajdonosa volt, hogy ezt ki kell választani az Aqua Kft-ből, ezt a tevékenységet, mint olyat, ami veszélyes a közszolgáltatásra, hisz hát tényleg mai szemmel azt látjuk, hogyha 2014-et is ott töltötte volna ez a cég a közszolgáltatóba, és ott zárta volna le a 14-es évét, akkor majd itt a közszolgáltatásnak a forrásigényéről beszélnénk, és a megmentéséről, ami most egyébként így ilyen módon azt mondhatom, hogy rendben van. Viszont a négy eredeti tulajdonos megkapta Panta Aqua ZRT-t, most már önálló menedzsmenttel, ami odáig ugye nem volt ezek a kettősségek, nem voltak meg az Aqua Kft-n belül, tehát egy még halmozott költségszinttel, és egy nagyon komolyan megfogalmazott üzleti tervvel, ahol a menedzsment lerakta, hogy ha ebből valóban profitábilis terméket akar valaki gyártani, akkor itt nagyon erőltetett menetben, szóval éve tolni kell bele a pénzt. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha nullszaldóssal akarják kihozni, az a 6-6,5 millió palack, és ez a most nagyjából 2 millió palack körül van a termelés. Hát év végére elérheti a 2 millió palackot. Azt jobb úgy mondani inkább, hogy amikor 2014. októberében kijött az Aqua Kft-ből, akkor egy ilyen 30-40 ezer palacnyi havi termelés volt. Most tartunk a 200 ezernél, tehát éves szinten kijöhet esetleg az 1 millió 900 ezer palack év végéig, de hát ugye ez volt az üzleti tervnek a koncepciója. Tehát idén elérjük ezt a 2 milliót, aztán utána 6 millió, ugye itt a számok azért mozognak, tehát ahogy a költségek mennek, de valahol ott mostani tudásunk szerint, korábban egyébként ez alacsonyabb szám 4 millió körüli szám volt, de mostani tudásunk szerint 6 milliónál érné el azt a pontot, amikor nem kér már a tulajdonosoktól támogatást. És ugye itt a másik probléma a dologban, hogy se onnan máshonnan a cég nem remélhet finanszírozást. Önkormányzati cégként kizárásra került a hitelfelvételbe, ugye, hogy egyébként az önkormányzatok hitelfelvétele is korlátozott, kormányengedélyhez kötött, bevezetődött azóta, ugye, hogy a önkormányzati cégek hitelfelvétele is. Tehát banki hitelhez jutása kizárt. A közbeszerzési szabályok is olyanok, már pedig itt ugye olyan volumenekre beszélünk lassan, ami ugye ez, hogy egyáltalán akadályozó körülménye a fejlődésnek.
És akkor még van számtalan közgazdasági érva mellett, hogy miért ne önkormányzat tulajdonolja ezt a, ezt a céget. Például az uniós fejlesztési forrásokból folyamatosan kizártak az önkormányzati cégek. Tehát ezek mind olyan érvek voltak, és az az üzleti terv, amit 2014 év végén megkapott a Moson-Magyaróvári képviselőtestet, ami azt mondatta a tulajdonos önkormányzatok, hogy ezt önkormányzatok nem tudják finanszírozni, és látták a finanszírozáshoz szükséges számokat, amik már akkor 100 milliós nagyságrendűek voltak. Ezt a menedzsment lerakta, hogyha ide ennyi 100 millió forint betételre kerül, akkor, akkor két év távlatában eléri a pozitív nullát. Erre mondta azt az önkormányzat, hogy lehet, de mi ezt nem tudjuk finanszírozni, és az önkormányzatnak ez nem alapfeladata, és nincs több 100 millió forintja arra, hogy ezt folyamatában finanszírozza. És ha még finanszíroztuk is, akkor is ugyanabban az önkormányzati státuszban maradunk, amiben egyébként nem szabadna maradnia, aki piacon akar megélni ivóvízeladásból. Tehát nincs értelme. Ezért döntött úgy a képviselőtestület még a mérleg lezárás előtt, hogy el kell kezdeni keresni a lehetséges befektetőt, vevőt, lehet a szakmai, pénzügyi, teljesen mindegy, aki leveszi az önkormányzatokról ezt a terhet, ami vállalhatatlan volt, és ugye ez elindult az év elején. Valamikor májusban ugye megkaptuk a tevékenységet lezáró, tehát a december 31-i mérleget, amiből visszaköszöntek azok a félelmeink, hogy itt bizony rettenetes veszteségeket kell elszenvedni. Egyrészt azzal, ahogyan kikerült az Aqua Kft-ből a cég, másrészt a jövőbeni elégtelen eladási számoknak az okán. Úgyhogy nyilván ez megerősítette az ebbélek. És innentől kezdve már azért nyilvánosság előtt folyt a dolog, hisz a testület döntése nyilvános, tehát kerestük a vevőt, sőt a menedzsment ugye meg volt ezzel bízva, hogy kutassa föl Magyarországon az összes lehetséges vevőt. Lefolytatott a menedzsment 30 akárhány ilyen tárgyalást. Nagyon sokan vitték el a tájékoztató anyagot, pénzügyi beszámolókat, teljesítési koncepciókat, és nagyon biztatóak voltak az érdeklődésnek a nagy száma. Ezért a Moson-Magyaróvári önkormányzat, mint legnagyobb tulajdonos úgy döntött, hogy amíg ezek a tárgyalások eredménnyel kecsegtetnek, addig úgymond életbe tartja a céget. Hisz ugye úgy nem lehet céget eladni, hogy egyébként január 1-én csődöt jelentek, és azt mondom, hogy innentől kezdve nem teszek bele egy fillért sem, mert hát akkor ezek a tárgyalások eleve halálra vannak ítélve, és ennek szabtunk egy időkorlátot, meg egy összegszerűséget, és azt mondtuk, hogy addig hajlandók vagyunk kölcsönt nyújtani, úgymond a cégnek, tehát kölcsönnyújtás formájában finanszírozni a fennmaradását. A palackozásnak menni kell az emberek, tehát oda kellenek az üvegek, a rekeszekkel, és hát ugye vevőt, az alkalmazottakat. Vevőt úgy lehetett remélni, hogyha az üzleti terv is, az üzleti tervnek az ütemes végrehajtását is bizonyítani tudja a cég, magyarán azt, hogy a 40 ezer parackról szépen fejlődik a termelés, tehát magyarán ad egy képet magáról, hogy ez nem egy, amellett, hogy nyilván a víz, tehát magának a terméknek a minőségét mindenki elismerte. Na végül aztán mondom, ezek a határidők leteltek, fél év után egyértelművé vált, hogy a szakmai befektetők mindegyike visszalépett, akikbe egyébként, most őszintén nekem a legnagyobb reményem volt, mert azért a szakmai befektető az egy hosszú távú koncepcióval jön. Egy már meglevő termékpalettával, egy meglevő kereskedelmi egységgel, a párhuzamosságok megszüntetésével. Tehát neki ez egy hiánypótló termék lehetett volna egy szakmai befektetőnek. Mind visszaléptek. Maradtak az úgynevezett pénzügyi befektetők, ezek a pénzügyi alapok, stb. Ugye az ő megközelítésük egész más. Ott nagyon kőkemény megtérülési dolgokat kell számítani. Ha beteszek ennyit, 5 év múlva ki akarom venni, akkor ezért mennyit akarok kapni. Most ez a termék, köszönjük szóval erre nem elég. Tehát ennek nincs olyan haszonkulcsa és fedezeti szintje, hogy ezeket az elképzeléseket, nem mondok itt százalékokat, hogy ezek a pénzügyi befektetők körülbelül milyen százalékot várnak el a pénzükre, de nem a banki kamatot. Ennek ellenére ott is elég komoly érdeklődés mutatkozott, de már az elején kijelentették, hogy nekik ahhoz, hogy egyáltalán döntést tudjanak hozni, 6-8 hónapnyi idő kell.
Hát mondtuk, hogy ha lenne 6-8 hónapon finanszírozási pénz az önkormányzatnak, akkor lehet, hogy már más státuszból beszélnénk, de azért eltelt azért ez a fél év, tehát Mosonmagyaróvár azt mondom, hogy erejéhez képest és az észszerűség végső határáig elment. Tehát amíg kecsegtettek valamilyen tárgyalások ebbe a dologba, addig elmentünk a falig. Viszont erre is azt tudom mondani, hogy az utolsó ajánlattevő is, hát nem akarok senkit elriasztani, hogy újra elevenítse az ajánlatát, és emiatt az én kemény fogalmazásom miatt, de az is, hogy mondjam, ilyen képlékennyé vált. Magyarán a testületnek nem volt mit tárgyalnia, tehát nem került olyan ajánlattevő a testület elő, akiről egyáltalán dönthetett volna. Most ez a szituáció állt fönn gyakorlatilag ott két héttel ezelőtt, amikor a képviselőtestület ugye gyakorlatilag arról kellett tárgyalni, hogy mi legyen ezután. A képviselőtestületünk, ugye, ahogy az egyébként a tulajdonos önkormányzatok képviselőtestület, és kaptak három variációt. Továbbműködés finanszírozása önkormányzatok által. Ugye ez volt az, ami eredetileg is már megfontolás. Ez durván úgy néz ki, hogy azon túl, amit már idáig beletettünk, idén még 200 millió forint, jövőre még 300 millió forint, tehát 500 millió forint pénzigénye van annak, minimálisan, mert ugye itt azért az időkorlát, meg a teljesítmény, az csak becsléseken alapulhat. Tehát minimum 500 millió forint tőkeigénye van annak, hogy a cég eljusson arra a pozitív nulla szintre, amikor már nem fog jönni napi szinten az önkormányzattól, hogy nincs egy fillérem se, hogy kifizessem a számláimat. Tehát ez volt az egyik megfontolandó verzió. A másik, hogy egy végelszámolással fusson ki a dolog, tehát ha már elkezdtük, akkor menjünk ebbe, hogy mondjam, menjünk ki ebből egy ilyen úriemberként. Tehát ennek a költsége meghaladta az 500 millió forintot egy év távlatában. A harmadik variáció, hogy a jogutód nélküli megszűnés valamelyik formáját választjuk, ami a csőd vagy a felszámolási eljárás volt. Hát ezekből az étlapokból lehetett dönteni. Az első kettő gyakorlatilag azért nem jött szóba, mert nincs 500, nagyon effektív módon, nincs 500 millió forintunk arra, és ha lenne sem, rakhatnám bele ebbe a dologba, mert nem. De maradjunk annyiban, hogy nincs is. Tehát a másik két variációból, ugye a felszámolás az egy nagyon durva azonnali fizetésképtelenség, a csőd pedig a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy a csőd moratórium ideje alatt, amíg a csőd egyességi tárgyalások folynak, addig egyrésztről még lehet ajánlatot tenni a cég megvásárlására. Másrészt, ha az egy konszolidációhoz vezethet, tehát egy reorganizációs terv végrehajtásához vezethet, akkor még mindig van az önkormányzatoknak egy megfontolási pontja, hogy az a reorganizációs terv az gyakorlatilag milyen pénzigénnyel jár, és az mit eredményezhet. Tehát eredményezheti azt, hogy ez a cég egy olyan lecsupaszított, kisebb formában meg tud maradni, ahol a termelőegységei, a brandje továbbra is él, és így egy hosszabb időt kap mondjuk egy lehetőséget arra, hogy esetleg ebbe a formába értékesüljön. Ebből az étlapból választottak a testületek, és mindegyik tulajdonos testület úgy döntött, hogy a csődöt választja. Na, ezután kezdett ugye érdekessé válni a helyzet. Miután a Mosonmagyaróvári önkormányzat elsőként ugye meghozta ezt a döntést egy zárt ülésen, nyilván, mert hát ugye egy olyan üzleti számokról és dolgokról van szó, amiknek a nyilvánság, idő előtti nyilvánság kerülése át elég nagy károkat okozhat. Ugye elkezdődtek ugye persze a hírek kiszivárgása kapcsán a dolgok, de ugye én akkor is azt nyilatkoztam, hogy ez egyetlen önkormányzatnak a döntése, egyrészt várjuk be a másik három önkormányzatét, harmadrészt meg várjuk meg a négy önkormányzat által hozott döntés kapcsán a közgyűlés, tehát a Pantalk, az ERT közgyűlésnek a döntését, és akkor a nyilvánosság elé fogunk állni, természetesen nem titkoljuk ezt a históriát. Ez alatt az idő alatt viszont már két újságcikk született, össze-vissza hordva mindent ebbe a dologba, ami éppen kezük ügyébe jutott, nem elfogadva azt az érvet, amit próbáltam elhitetni. Magyarán a nyilvánosság erejét, vagy a tájékoztatási kötelezettséget előbbre helyezve egy kicsit a,
egy kicsit az ész és jogi érveknél. Tehát itt tartunk most jelen pillanatban, tegnapi napon sajtótájékoztató minden sajtóorgánumot, én azt gondolom részletesen tájékoztattam erről a dologról. Ennek nyilván rengeteg olvasata van, ott is felmerült bennem is, másban is a felelősség keresésének a kérdése, hol van itt az a felelősségi pont, amikor nem szabadott volna elkezdeni, mikor kellett volna abba hagyni, vagy most mit kellene, vagy most mit kellett volna ugye ebbe a dologba csinálni. Most is határozottan állítom, hogy azért egyes pontoknál önkormányzati oldalról nem látok olyan pontot, ahol azt meg tudnám nevezni, hogy igen, itt most olyan döntési pozícióban voltunk, hogy más utat kellett volna járnunk. Azokról a külső közgazdasági tényezőkről, amikről részben említést tettem, de ennél nyilván azért ez kicsit bonyolultabb, ott sok minden eldőlt. Na, tehát a hitelfelvételi korlátnál a közszolgáltatóknak a non-profit tételén, ott azért ezekkel a melléküzemágaknak a sorsa gyakorlatilag minden visszolgáltatónak volt valamilyen az országban, valamilyen hasonló tevékenysége, ott nagyon sok minden eldőlt. Sajnálatos módon a mi kis vállalkozásunk, ez pont abban a létstádiumában leledzett, amikor ugyan megvolt a nagy társadalmi elfogadottsága, de nem volt meg a finanszírozáshoz szükséges erő. 120 nap, várják, hogy jelentkezzen valaki, bekopogjon valaki az ajtón. Van esetleg még talán most, hogy a nyilvánosság ereje valamilyen szinten megmozdult, hiszen akár országos csatornán is ment, akár azt nézzük, hogy 2-3 kattintgatással. Igen, tehát elég véletlen lehet. Tehát ha most valaki ezek után majd azt állítja, hogy nem tud arról, hogy eladó a Sziget közé, vagy ez a Pantak, vagy ZRT, akkor ugye ez már hazudik, bár meggyőződésem, hogy a szakmai körökben, befektetői körökben ez teljesen egyértelmű. Fölvittük ezt a kormányig, megpróbáltunk ebből hungarikum kérdést csinálni, a külügyminisztériumon keresztül, akik most ugye a gazdaság, tehát piacra jutását segítik a magyar termékeknek, ott volt a termékünk, tehát megnyitottunk egy-két nemzetközi utat, ment egy-két konténervizünk Kínába, tárgyalásokat folytattunk arab országokat, tehát egy olyan stádiumban volt ez az egész dolog, hogy lehet, hogy az ugrás előtt, de lehet, hogy a halálugrás előtt, tehát nem lehetett megmondani egyébként, hogy melyik pillanatban üthet be mondjuk egy bomba nagy üzlet, meg mikor van az, hogy egyébként be kell látni, hogy ez a dolog. A lényeg önkormányzati oldalról, tehát nekem, mint polgármesternek, aki a helyi közpénzek felett gazdálkodik, most ugye az a felelős döntés, hogy nekem arra kell koncentrálni, ami a kötelező feladataink, azoknak a jó színvonalon történő ellátása, és ezt a fajta kockázatot, ami egy üzleti kockázat ebben a dologban, ebben nem hajózhatok bele azokba a vizekbe, hogy én a testületekkel fogok üzleti döntésekbe okoskodni. Sajnos a vevőkeresésünk ez idáig nem vezetett eredményre. Ez a hír, meg a következő, meg az egésznek a tálalása azonban hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy most ebbe a fázisba jön vevő. És ezért mondtam tegnapi napon is azt, itt már nagy tulajdonosi elképzelésekkel már nem állunk elő. Tehát, hogy mondjam, idáig azért volt bennünk egy olyan fajta elképzelés, hogy azért, amit idáig beleraktunk ebbe az egész históriából, szeretnénk valamit viszont látni, hisz azért mégiscsak egy valami. De ezt a mai napra azért látni kell, hogy ebbe a stádiumába ez a veszteséget termelő egység, hiába szeretjük mi a vizünket, meg vagyunk rá büszkék, ez mégis cégként értékesül, egy veszteséget termelő cégnek nem sok értéke van. Tehát azért mondom, hogy tulajdonosi oldalról biztosan nem akadályoznánk meg egy olyan befektetési szándékot, ami azt mondaná, hogy jó, kezeli valamilyen szinten a tulajdonosi kérdést, de arra koncentrál, hogy a fejlődéshez szükséges forrásokat, tőkéket alokálja a cégbe. Tehát ez teljesen természetes, hogyha bármilyen ilyen elképzelés jön, és az életképesnek tűnik, persze azért megfelelő ésszel és biztosítékok mellett, mert azért voltak itt az újságban ilyen mindenféle. Mindenféle kósza. Erről nem akarok külön, tehát ez volt az utolsó lábon álló javaslat, amit majdnem megtárgyaltunk, őszintén szóval, mert ez egyetlenként érkezett
nem ebben a formájában egyébként, hanem egy részletesen kifejtett formában, ugyan név nélkül, tehát nem volt megnevezve a vevő, de a folyamat maga úgy volt leírva, hogy én is látni szerettem volna. Magyarán, hogy a részvényekért fizetünk majd valamikor valamit, engedjétek át a tulajdonosi jogosítványokat, ennek fejében mi behozunk a cégbe azonnal forró tőkét, abból előkészítjük a céget befektetésre, mert azt vizionálta ez a, és a, ugye a harmadik lába az volt, hogy majdan a gyártásból minden egyes palack vízbe töltött vízért kaptok bizonyos forintot. Tehát ez volt a váz ennek az ajánlatnak, és azt gondoltam, hogy ebben a szituációban, főleg mivel egy van belőle, azonnal összehívtam a képviselőtestületet, kiküldtem a képviselőtestület tagjának, hogy ezt csütörtökön tárgyaljuk. De mondom, azért megnézem először magamnak, mert se név nem volt mellette, tehát így számomra ismeretlen emberek voltak, úgyhogy megnéztem magamnak az illetőket, és a tárgyalások során kiderült, hogy az a forró tőke, ami bekerült volna a cégbe, az nem áll rendelkezésükre. Jobban mondva, esetleg úgy tudták volna előteremteni, hogyha az önkormányzat forgalomképes fedezetet biztosít mögéje. Hát akkor fel kellett őket homályosítanom, hogyha forgalomképes fedezetet tudnék mögéje adni, akkor már pénzt is adhatnék éppenséggel. De ahogy tilos a hitelfelvételem, úgy a ingatlanok, forgalomképes ingatlanok hitelfedezetként történő odaadása is tilos, de ezt nekik jobban kellett volna tudnia, mint nekem, hisz önkormányzatokkal egyébként állítólag tisztában levő emberek voltak. És amikor erre ugye egymásra így rácsodálkoztunk, akkor derült ki a számomra, hogy azóta ugye nekik is egyéb információk jutottak birtokukba, többek között a fél éves mérleg, vagyonértékelés, stb., és úgy látszik, hogy ebből a dologból ugye egy kicsit visszaálltak. És a határozott kérdésemre, hogy akkor ezzel a dologgal így fenntartják-e a írásbeli ajánlatokat, az volt a válasz, hogy nem. És ugye ez az a cég, aki mögött állítólag ez a 8-10 milliárd dolláros majdani Magyarországra települő amerikai befektetési alap áll, akiknek ők készítik elő a projekteket, és ez is egy ilyen előkészítendő projekt lett volna, ebből a forró tőkéből előkészítették volna a későbbi finanszírozásra, úgymond. És ez egy logikus, és hogy mondjam, tehát egy hihető történt volt, csak ugye ott annál pontnál, amikor az majd, na holnap akkor vegyétek le rólunk a terheket, hogy nekünk kelljen 200 millió forintokat beletenni ebbe a cégbe, ott erre határozott kérdésre adott a válasz, hogy nem. Utána azért az ember utána nézett a cég háttérnek, stb., tehát kikkel beszélt, kikkel tárgyalt, ott azért voltak elgondolkodható körülmények, de lényeg az, hogy mivel nem tartották fenn az írásbeli ajánlatokat, ezt nem lehetett megtárgyalni, és ezért volt furcsa az, hogy utána én kaptam tőlük egy oldalas levélkét, amiben már nem az ajánlat konkrétumát, hanem ezt az egész 8-10 millió dolláros befektetési alapot hangsúlyozva ismételten úgymond megtettek valamiféle dolgot, és ezt ők ajánlatnak hívják. Ezért osztottam ki tegnap az újságíróknak is ezt az egyoldalast, ami itt van az asztalon is. Hát mindennek nevezhető, csak nem egy cég vagy egy részvény adásvételi ajánlatnak, hanem egy ilyen, nem tudom. Viszont múlhatatlan szükségét érezték, hogy a Kisalföld újságba ezt közzé tegyék. Nem is ezt, hanem egyáltalán, hogy ők a háttérben egy ilyen nagyon komoly ajánlattal állnak. Mindegy, nem minősítve, én itt állok, itt áll a képviselőtestület, és egyébként a csődbejelentéshez magához is idő kell, tehát ahhoz, hogy a dokumentumok összeálljanak, ahhoz a menedzsment segítsége, ügyvéd és etöbbi dolgok kellenek, tehát visszaírtam erre a levélre egyébként az illetőknek, hogy szíveskedjenek ezt olyan részletesen kifejtett formában velem közölni, hogy ez a testület által tárgyalható legyen, és holnap összeülünk. De ez idáig erre még semmiféle válasz nem érkezett, tehát valami mást érzek a háttérben, és azért mondtam, hogy most elkezdődtek ugye már itt, ahol nagyon észen kell lenni. Tehát azt gondolom, hogy azért nem lehet azért eszetlenül minden dologba azonnal rávágni, hogy ez az egyetlen és üdvözítő dolog. Maga a szituáció az egyértelmű, sajnos a cég fizetésképtelen. Nincs egy kanyivas a kasszába. Ezért elutaltattam 7,5 millió forintot a testület által megszavazott keretből, hogy az emberek megkapják a bérüket. Látom, dolgozóról van szó. Látom, hogy hogy állnak sorba a kifizetetlen számlák, tehát hogy mondjam, tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban még most is kiadásaink lesznek, tehát nem, tehát egy önkormányzat nem
rázhatja le magáról ezeket a dolgokat, de szeretnénk azért a hitelezők nagy részével, egészével áttárgyalni ezt a dolgot, hogy hogyan juthatnak legtöbb pénzhez ebbe a dologba, hisz azt az önkormányzattól sem várhatják, hogy 100%-ba minden dolog mögé oda tud állni, mert azért ez meghaladja a mi teljestő képességünket, tehát szeretnénk lefolytatni ezeket a fajta tárgyalásokat, és gyakorlatilag a tárgyalás sorozat végén bejelenteni azt, hogy konszolidálható-e a cég vagy sem. Ez alatt az időszak alatt, meg még a csődbejelentésig eltelt időszakban mindenkinek az ajánlatát tárgyalni fogjuk, és minden megoldás érdekel, tehát senki ne gondolja azt, hogy itt, tehát amiatt történnek itt a dolgok, mert ahogy hallottam mindenféle rémhíreket és elképzeléseket, hogy így akarjuk átjátszani valakinek a szigetköz kincsét, akkor inkább tényleg bezárjuk. Na, tehát, még egy pillanatot térjünk rá a szigetköz kincsére. Tehát ez a víz, maga a víz, tehát a maga a kút, az nem került volna ki. Így sem, úgy sem kerülhet magánkézben. Ez most a Magyaróvár város tulajdona. Egy vízhasználati joggal került volna át a céggel együtt. Amire én mindig el szoktam mondani egy plasztikus példát, ugye az a víz mennyiség, amiről most itt beszélünk, most ugye beszéltünk erről a 2 millió palack per éves históriáról, 100 millió palacknál, ugye, hogyha fél literes palackokról beszélünk, ugye 100 millió palack azért nekünk már beláthatatlan mennyiség, de egy komoly cégnek azért nem. 100 millió palacknál az 5000 köbméter víz. 5000 köbméter víz nekünk most nem akarok nagy hülyeséget mondani, mert lehet, hogy a szakemberek, három nagyobb csőtörésen folyik el. Tehát lényegesen kevesebb, mint a veszteségünk, tehát az üzemi veszteségünk, ami csőtöréseken ilyen-olyan módon elfolyik a rendszerből, ami után nem fizet senki. Tehát ha ezt a példát valaki érti, akkor látja, hogy itt ez egy korlátlan mennyiségű vízfelhasználási lehetőséget biztosítani egyébként, amit úgysem tud kiaknázni senki, tehát ha azt mondom, hogy 100 millió palacnál ez egy ilyen mennyiség, akkor ezzel azt is mondtam, hogy ha mi küzdünk az ellen, hogy a vízvezeték hálózatunkban minél kisebb legyen a veszteség, akkor a megtakarításunkból fedezhetnénk mondjuk ezeket a dolgokat, tehát emiatt a szigetköz vízkincse nem fog kiapadni, és semmiféle szolgáltatás nem fog hátrányba kerülni. Nem ilyen szempontból érdekes ez, mert a 100 millió köbméter számra van eladható víz, hanem olyan szempontból, hogy erről el kell hitetnie a nagy közönséggel, hogy abba a palacba töltött víz, az tényleg azok között, a vizek között, amik most mai piacon vannak, tényleg egy rendkívül jó minőségű termék. És ennek az elhitetés, ez úgynevezett brand, ennek az elhitetés, ez egy rendkívül kockázatos és költséges dolog, ami leginkább piaci szereplőknek a fellépését igényelni, mert hát itt azonnali eseti döntések, kockázati döntéseket kell hozni, amit én nem kérhetek a testületemtől, én magam is laikus vagyok. Tehát az, hogy most kitanultam ezt a szakmát, mert kényszerűségből most már úgy ettől még nem lettem. Nem tudom azt határozottan állítani, hogy ebben végképp van üzlet. Tehát azt sem tudom határozottan állítani, mert hogy az üzletet úgy kell nézni, hogyha a befektetett tőke megtérülésének a hozadéka, vagy pedig úgy, hogy ez egy reklámarc. Ugye gondoljuk, nem sok ilyen üzletünk van, mert ugye nem foglalkozunk szerencsére önkormányzatként sokként, de a Futura ilyen. Ugye az az egyetlen ilyen hasonló beruházás, ami úgy gondoljuk, hogy erre hajaz. Tehát ugye nem volt most Magyaróvárnak, nem volt a környéknek egy reklámarca a turisztika területén. Ezért csináltunk ugye egy ilyen típusú beruházást, ami mai napig is évi 40 millió forint támogatást igényel. De ugye elkönyveltük magunkba, hogy igen, ez a nagyságú város, igen, és szálljon rá évi 40 millió forintos támogatás, hogy legyen egy ilyen reklámarca a dolognak. Most persze ezt is fölfoghatnánk így, csak itt azért már a nagyságrendek, az a kérdés, ugye, hogy megéri-e azt a mértékű beruházást, az, hogy legyen egy másik típusú reklám felülete is ennek a dolognak, úgyhogy egyébként legombolódott rólunk a szigetköz. Tehát amíg itt 70 ezer, vagy más számításunk szerint ugye lakos egyenértékben számítva 100 ezer lakosra jött be a vízdíj, és 100 ezer lakos között osztódott meg ennek a költsége. Most ugye itt állok, Mosonmagyaróvári polgármesterként, és tőlem kérik számon, hogy miért nem tolom még bele
a helyi adóim nagy részét ebbe a dologba. Úgy meg egy egész más feelingje volt az egésznek, 100 000 ember néhány forinttal hozzájárult minden egyes mutatványhoz ebbe a dologba, és ugye ez az óriási különbség. Ez az óriási különbség a mai napon, hogy én ma Mosonmagyaróvári polgármesterként nem tudok 500 millió forintot a cégbe azért belerakni, hogy elérje azt a nulla pontot, és akkor üzleti alapon nem tudom kiszámolni azt, hogy amit idáig beletettem, meg amit odáig beleteszek, az mikor fog megtérülni. Erre alkalmatlan ilyen szempontból sajnos az önkormányzati felállás. Ezért kerestünk vevőt, sajnos a vevőkeresés nem vezetett eredményre, még egyszer mondom. Ez egy segélykiáltásként is felfogható, mert mai napig is azt mondom, hogy jó üzleti kezekbe, megfelelő szakmai háttérrel, ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit nagyon sajnálom, hogy nem láttak át, vagy nem merték bevállalni a kockázatát. De biztosan gondolom azt, hogy ez nem egy rossz ügy, ami mellé oda kéne valakinek állni egy nagyon komoly tőkével. Azt hiszem, hogy körbejártuk ezt a vizes kérdést. Remélem, kedves nézőinket is sikerült minden részletről felvilágosítanunk. Polgármester úr, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és beszámolt arról, hogy hol tartunk most, és hát azért reménykedünk, hogy hátha valaki mégis úgy dönt, hogy azért a szigetközi friss vízben lát potenciált. Kedves nézőinknek köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!